Gyorsan elfogták a rendőrök azt az ékszertolvajt, aki egy aranynyakláncot lopott el az egyik szekszárdi ékszerüzletből. A férfi miután betért a boltba, megpróbált zsebre tenni egy 370 ezer forint értékű ékszert. Ezt az ott dolgozók azonban észrevették, így meghiúsult a terve. Azonban miután az elkövető távozott, visszanézték a biztonsági kamera felvételeit, ami rögzítette, hogy a tolvaj részben sikerrel járt, ugyanis eltett egy másik nyakéket. Amennek az értéke 469 ezer forint. Ekkor tették meg a bejelentést. A szekszárdi nyomozók ennek kapcsán széleskörű nyomozásba kezdtek. Ennek során egy 34 éves dombóvári férfire terelődött a gyanú, akinél a házkutatás során nem találták meg az ellopott nyakláncot. A férfit előállították és kihallgatták gyanúsítottként lopás büntet elkövetésének megalapozó gyanúja miatt. A férfi a lopás tényét elismerte és részletes beismerő vallomást tett. Az ellopott nyakláncról elmondta, hogy azt eladta, és annak az árát pedig elköltötte, tehát ezért nem került elő a nyaklánc. A dombóvári tolvaj ügyében a szekszárdi rendőrkapitányság tovább folytatja a vizsgálatot.